Kiemelkedő szakmai munkát ismertek el ünnepélyes keretek között a hajdúböszörményi rendőrkapitányságon október 22-én. Évek óta hagyomány ugyanis, hogy nemzeti ünnepünk október 23-a alkalmából a megyei rendőrkapitányság, valamint a város önkormányzata a legkimagaslóbb szakmai tevékenységet végző rendőrök munkáját ilyen módon ismeri el. Az ünnepi alkalmon Fúris László alpolgármester elmondta, Hajdúböszörményváros közbiztonsága évek óta kimagasló eredményt mutat, ez pedig az itt dolgozó szakembereknek köszönhető. Azt gondolom minden településen, de mondhatom országosan nagyon fontos a közbiztonság helyzete, és Hajdúböszörmény azzal büszkélkedhet most már évek óta, hogy a megyében is, illetve országosan is kimagasló eredményeket ér el. A 2019 év, de már évekkel ezelőtt folyamatosan úgy fogalmaztunk, hogy jó lenne legalább a szintet megtartani, mert hála Istennek azt lehet mondani, hogy Hajdúböszörmény biztonságos város, és jó lenni Hajdúböszörményben, és az emberek is nagyjából ezt érzékelik. Arra is emlékszünk, hogy talán 10 éve még ez nagyon komoly választási téma is volt egyáltalán a közbiztonságnak a helyzete a különböző településeken, és hát igenis komoly problémák voltak. Azt mondhatjuk mára, hogy a rendőrséget és magát a rendőrt is az emberek teljes mértékben elfogadják, és jól veszik ki magát, ha a rendőrt látnak az utcán, örülnek az emberek, és bizalommal fordulnak irányukban. És ugye minden évben a Hajdúböszörményben képviselőtestületen egy évben egyszer a beszámoló, amikor most már évek óta azt tapasztaljuk, hogy igazából a dicsérő szavak hangzanak el, és az emberek, illetve a képviselők is mondhatom, illetve magunk városvezetés is nagyon-nagyon elégedettek vagyunk, és tényleg azon drukkolunk, hogy ez fenntartható legyen. Azért 2019-et kiemelném, mert 2019, mondom, a folyamatosan javuló és nagyon jó helyzetben lévő városunk olyan eredményeket ért el, mármint a rendőrség a különböző összevetésekben, hogy az 1-3-ban nagyon-nagyon sok kategóriában benne van, és a legrosszabb eredmények is inkább az 5. hely körül. Én tényleg most is csak azt tudom, hogy csak így maradna, és ez lenne ez egy picit javulni, de ne romoljon semmi ilyen körülmények között. És hát ugye pontosan a közbiztonságnak a fontossága miatt is a város úgy döntött jó néhány éve, hogy alkalmat keres arra, hogy a rendőrség, illetve a mi rendőreink, mert azt gondolom Hajdúböszörmény, ebben mindenképp így fogalmazunk, hogy a mi rendőreinknek valahogy elismerjük a magas színvonalú munkát. És hát folyamatosan gondban vagyunk, hisz olyan jó eredmények vannak, hogy egyszerűen az egész állományt ki lehetne tüntetni, de annak idején abban maradtunk, hogy a város mindenképp 3 díjat ajánl föl, hát elsősorban egy ajándékcsomagot és egy 50 000 forintos vásárlási utalványt, amit egy órában gondolunk. Nyilván ez most, hogy 51, 52 vagy 48, ez nem így lényeges, de nagyjából 50 000 forint körüli érték, amit az elismerést kapó rendőr kollega választ ki magának. Az idejében elég nehéz helyzetben voltunk, hisz nem csak mi egyébként, hanem mindenki a világjárvány miatt. Ugye márciusban elindult az első komolyabb változások rendeletileg, illetve hát a különböző korlátozások. Így hát a szokásos napja ennek mindig április 24-e a rendőrség napján történt meg, és hát a megyében, hál' Istennek a tábornok úr, megyei főkapitány úr egy nagyon színvonalas ünnepségben adott lehetőséget az önkormányzatoknak, hogy megköszönjék a településüken dolgozók munkáját, de hát ez fölborult, gyakorlatilag elmaradt, és hát kerestük az alkalmat, lehetőséget, hogy mégis egy ilyen eredményes év után mégis azt gondoljuk, hogy nem lehet a vírus akadály, hogy megköszönjük a munkájukat. Úgyhogy most dandártábornok úrral, kapitány úrral és főkapitány úrral egyeztetve október 23-át láttuk, bár most is ugye maszkban vagyunk, és igen, oda kell figyelni a körülményekre, de mindenképp nagyon fontosnak tartottuk, hogy megköszönjük a munkájukat. És még ha annyit megenged a szerkesztő asszony, hogy
Ugye a rendőrség végzi a munkáját megelőzés, bűnözés területén, közlekedési esetekben, de most az idei évben különösen nagy feladat hárult rájuk, mert a munkavégzés mellett még ugye éppen a karanténban lévőknek az ellenőrzése is egy plusz feladatként jelentkezett, és még így is ilyen eredmények várhatók, 20-ban is, mint ami nyilván nem lekopogom a nem létező valamin, mert még nem ért véget a 2020, de úgy tűnik, hogy ez évben is a nagyon komoly megfeszített munkával és többlet feladatokkal is nagyon szépek az eredmények. Csak most a héten is 130 fölötti az a karanténban lévő személy, akit ellenőrizni kell, de nem egyszer volt 200-250 körül az a létszám, amit sajnos kellett, bár ne lenne. Bízom benne, hogy itt rövid időn belül ez a feladat lecsökken, és nem lesz, vagy minimálisan lesz szükség az ellenőrzésekre, de gondoljunk bele, hogy még a szokásos munka mellett azért még egy ilyen feladat is hárult, úgyhogy éjjel-nappal mentek és ellenőrizték, hogy a karanténbe tartják-e az érintettek. Úgyhogy különösen emiatt is azt gondolom, hogy egyrészt fölborult a világ, elég sok minden új kihívás volt, de a meglévő feladatok mellett nagyon szép teljesítmény a 19 mindenképp, de a 20 is. Úgyhogy még egyszer köszönöm Hajdúböszörményváros nevében, a lakosság nevében, mert elsősorban az a lényeg, hogy ők mit éreznek ebből, és hát kívánok nekik nagyon jó egészséget és sikeres 2020-21-et magunknak. DNS Imre rendőrkapitány hozzátette, a szakmai értékeléskor nehéz dolga volt a vezetésnek, ugyanis a helyi rendőrség tulajdonképp teljes állománya rendkívül összeszedett, magas szintű szakmai munkát végez, és közülük a leginkább példaértékűeket kellett kiválasztani. A megyei rendőrfőkapitányság vezetésének döntése értelmében központi keretből van lehetőségünk két kollégát ilyen módon elismerni, és természetesen meg is történt az elismerés. Most a bűnügyi osztály két kiemelkedő tevékenységet nyújtó kollégája kapta az elismerést. A város hosszú évek óta díjazza és ismeri el a legkiválóbb rendőreinket. Ezt mindig rendőrnaphoz igazítottuk az eddig időszakban, azonban a COVID a 2020-as évünket alapjaiban megváltoztatta, és most az október 23-ai ünnepség kapcsán merült fel az a lehetőség, hogy a város mégis megtenné ezt a szép gesztust, úgyhogy arra kaptunk lehetőséget, hogy három kiválóan teljesítő kollégámat a város elismerési jutalomban részesítse. Én ennek nagyon örülök. Tulajdonképpen azt a tevékenységet, azt a munkát, azt a szakmai szintet, amit a rendőrkapitányság elért, a város ilyen módon díjazza és ismeri el. Természetesen a kollégáknak is nagyon nagy elismerés ez, látják, ismerik a városban, hogy nagy energiákat fektetünk annak érdekében, hogy az eredményeket tudjuk biztosítani, és a lakosság szubjektív biztonsági érzetét tudjuk erősíteni. Elsőként Szolnok Imre, a bűnügyi osztály rendőrszázadosa számára a megyei rendőrkapitányság elismerését ismertették, aki betegsége miatt nem tudott jelen lenni a díjátadón. Majd Kovács László József, a bűnügyi osztály rendőrhadnagya vehette át a megyei elismerést. 2,5 éve vagyok itt az állományban, bűnügyi munkát végzem. Eddig mind vezetőim elismerését azt szóban fogadtam, dicséretekkel, és 2,5 év után eljött ez a pillanat, hogy kaptam egy jutalmat, és egész életemben szeretem a kihívásokat, szeretem a változatosságot, és úgy gondoltam, hogy a rendőri pálya ez tudja nekem nyújtani ezeket a feltételeket, illetve ezeket a magammal szemben támasztott elvárásokat. Bene László, berettyóújfalui fiatalember, 2 éve dolgozik a Hajdúböszörményi rendőrkapitányságon. Hát kitörő örömmel fogadtam ezt az elismerést, nagyon nagy megtiszteltetésnek gondolom, hogy a rengeteg kiválóan dolgozó kollega közül engem és a 3 itt jelenlévőt választották még. Szerintem hatalmas elismerés, és köszönjük is ezt az önkormányzatnak, ezt a felajánlást. Örültünk neki szerintem mindnyájan, illetve beszéltük is, hogy nagyon jó, hogy ilyen fiatalon is észreveszik azt, hogy mennyire nagy lelki ismerettel és lelkesedéssel végezzük a munkánkat. Az előzetes beszélgetésünkből kiderült, hogy nem Hajdúböszörményi születésű fiatalember vagy, ám de itt tevékenykedsz. Mióta, hogyan is kerültél ide a kapitányságunkhoz? 2018. július 1-ével kerültem a rendőrség állományába, utána augusztus 1-től dolgozom itt a Hajdúböszörményi rendőrkapitányságon.
Igazából a lehetőségek közül ez volt a szülővárosomhoz a legközelebb, így választottam ezt, de ezt egyáltalán nem bánom azóta, hogy ide kerültem. Mert hogy Hajdúböszörményt hogyan ismerted meg itt az elmúlt időszakban? Egy csendes, nyugodt városnak ismertem meg, nagyon jó légkörre, gyönyörű főtérre, és nagyon örülök, hogy itt dolgozhatok. Kocsis István Zoltán, a rendészeti osztály rendőrőrmestere, mint hajdúböszörményi fiatalember is díjat vehetett át. 2013-tól vagyok a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság állományában, mint hivatásos személy. Én közlendvédelmi járőrként kezdtem meg a tevékenységemet a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányságon. Én Hajdúböszörményben születtem, itt is nőttem fel végig, tehát nekem külön öröm volt, és külön meglepettség volt az, amit kiváltott belőlem, hogy én ide kerülhettem, és úgymond a rendőrség adta lehetőséggel, tehettem a környezetemben élők, illetve a rokonaimnak a közlekedését, akár a közbiztonsági közérzetét, hogy jobbá tehettem, és tehettem érte, hogy ők ezt jobban, tehát élhetőbb mindennapjai legyenek. Én a 2013 óta megfordultam a rendészeti osztály különböző beosztásaiban, jelenleg a közlekedés rendészeti alosztály közlekedési balesetvizsgálójaként látom el a mindennapi munkáimat. Minden nap azért dolgozunk a kollégáimmal együtt, hogy a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság minél jobban megkönnyítse a Hajdúböszörményben közlekedőknek a közlekedést, illetve hogy balesetmentesen közlekedhessenek, és mindig az útnak a végén mindig biztonságosan és egészségesen hazatérhessenek. Tervek, célok, én azt gondolom egy ilyen elismerés után biztosan megfogalmazódtak azért benned, akár itt a kapitányságon belül is. Természetesen továbbra is szeretném a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság állományát jó magammal tovább erősíteni, de mint ahogy kapitány úr is említette a beszédében, nagyon összeszedett és nagyon felkészült állománnyal rendelkezik a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság, így külön öröm a számomra az, hogy engem választottak ki erre a jutalmazásra. Úgy gondolom, hogy továbbra is nehéz dolgunk lesz a kapitányságon egy ilyen jó közegben, hogy bárki is ennél kiemelkedőbben lássa el a munkavégzését, de továbbra is szeretnék a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság állományában, és mint a hajdúböszörményi lakosként, hajdúböszörményi rendőrként az állampolgárokat segíteni, és az ők közlekedésékért tenni. Zemlényi Dávid Péter testvére nyomán választotta a rendőri pályát, jelenleg a rendészeti osztály rendőrőrmestere. Igazából nagyon meglepett, hogy sok jól teljesítő kolléga közül engem választottak ki, mert igazából ez csapatmunka, ugyanúgy bárki megkaphatta volna. Minden esetben nagyon örülök neki, és nagyon köszönöm. 2014 márciusa óta vagyok itt állományban, közrendvédelmi alosztályon, jelenleg járővezető beosztásban látom el a feladataimat. Azt mondja, hogy kerültem, hogy az úgy történt, hogy nekem testvérem is rendőr, igazából sodródtam az árral, mondhatjuk. Úgy gondoltam, hogy ez jó lesz, és így ide kerültem. Ez a közösség, a helyi rendőrkapitányság közössége milyen egyébként? Úgy gondolom, hogy a csapat az nagyon jó, én nagyon szeretek velük dolgozni, és nagyon jól érzem magam. Tervek, esetleg ami még ide a helyi rendőrkapitánysághoz kapcsolódik, vannak, fogalmazódtak már meg? Továbbra is végezni a munkámat, ugyanezen a színvonalon.